2010-ben egy pekingi kis startupként indult a Xiaomi, alig néhány alapítóval, de annál nagyobb álmokkal. A Xiaomi név jelentése mandarin nyelven kis köles, ami szerény kezdetre utal. Ez a kis köles meglepő lehet, hiszen a világ egyik legnagyobb vállalatáról beszélünk. Az alapítástól eltelt bő egy évtizedben a Xiaomi hihetetlen növekedést mutatott. Mára a világ top 3 okostelefongyártója közé tartozik. Okostelefonjai és okoseszközei több mint 100 országban vannak jelen, és a vállalat kiterjedt termékpalettája révén az okos otthon területén is globális óriássá vált. A Xiaomi 2010-ben mutatta be saját Android alapú mobil operációs rendszerét, a MIUI-t. Kifejezetten figyeltek rá, hogy nagyon felhasználóbarát legyen. 2011. augusztusában aztán jött az első okostelefon, a Xiaomi Mi 1, ami csúcskategóriás hardvert kínált, meglepően megfizethető áron. Az első 100 000 darab Mi 1 készlet mindössze néhány óra alatt elfogyott a villámértékesítések során, ami jól mutatta, hogy mekkora volt rá az érdeklődés. A Xiaomi hamar fanatikus rajongótábort épített ki magának, a cég pedig ezt nagyon okosan kihasználta, és már a kezdetektől bevonta a rajongókat a termékfejlesztésbe. Sokan az innovatív termékek és a vásárlók lojalitása miatt a Xiaomi-t Kína Apple-jének nevezik, mivel hasonló rajongást váltott ki otthon, mint az Apple világszerte. A Xiaomi az első sikerek után rohamosan terjeszkedett. 2014-re már a kínai okostelefon piacon az első helyre került, megelőzve az addigi piacvezetőket. A növekedés azonban nem volt fenntartható ilyen ütemben. 2015-2016-ban a vállalat eladásai megrekedtek. A rivális vállalatok például a Huawei erősödése és a piac telítődése miatt. A Xiaomi abban az időben például már nem hozta nyilvánosságra az éves eladási számait sem, jelezve a nehézségeket. Lei Yun vezérigazgató önkritikusan elismerte, hogy a Xiaomi túl gyorsan nőtt az első években. És muszáj volt lassítani, javítani a gyenge pontokon és a fenntartható növekedésre fókuszálni. Az újratervezés meghozta az eredményt. 2017-re a Xiaomi látványos visszatérést produkált, és a világ negyedik legnagyobb okostelefongyártója vált. Abban az évben az éves bevétel átlépte a 100 milliárd yuant, és a cég újra növekedési pályára állt. Ez több dolognak is köszönhető volt. A két legfontosabb a technológiai újítások és a nemzetközi terjeszkedés volt. A 2016-os megtorpanás ráébresztette a Xiaomit, hogy nem támaszkodhat csupán az okostelefonokra. Új stratégiát hirdettek, amelyben a hangsúly az ökoszisztéma építésen, és az IoT, azaz Internet of Things területén volt. Ez utóbbit úgy fordítják magyarra, hogy a dolgok internete, és ez jelent tehát bármilyen tárgyat, ami rá tud kapcsolódni az internetre, például egy okos hűtőt. 2019 elején Lei Yun bejelentette az okos telefon plusz AIoT 2 stratégiát, és a cég 5 év alatt 10 milliárd yuant fektetett be az AI és IoT fejlesztésekbe. Ezzel összekötve a mesterséges intelligenciát a dolgok internetével. A vállalat az évek során több száz okos eszközöket gyártó partnercégbe is befektetett, és létrehoztak egy egész Mi Ecosystem nevű termékcsaládot. Az ökoszisztéma stratégia sikeres bizonyult. 2019-re a Xiaomi IoT és életmód termékeinek árbevétele elérte a 62,1 milliárd yuant, ami már a teljes bevételük közel egyharmadát adta. Ugyanebben az évben a Xiaomi IoT platformján már 234,8 millió eszköz volt csatlakoztatva, és ebben nincsenek beleszámolva a telefonok és a laptopok. Ez a szám azóta még tovább nőtt. 2023 közepére a Xiaomi büszkélkedhetett a világ legnagyobb consumer IoT platformjával. Több mint 654 millió okos eszköz kapcsolódik a rendszeréhez. Ezen a ponton teljesen egyértelművé vált, hogy a Xiaomi globálisan is vezető szereplő lett az okos eszközök piacán. A Xiaomi sikereiben fontos szerepet játszik a különleges vállalati kultúrájuk. Lei Yun vezetői stílusa karizmatikus, de mégis gyakorlatias, és hisz a lapos szervezeti struktúrában és a nyílt együttműködő légkörben. Ez azt jelenti, hogy nincs sok főnök, a vezérigazgató és a legegyszerűbb munkás között is csak pár szint van, így az ott dolgozóknak nagyobb beleszólása van a döntéshozatalba. Emellett a cég kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektet a közvetlen kapcsolatra a felhasználókkal. A Mi rajongókat a Xiaomi közösségi médiáján folyamatosan bevonták. Ez jó marketing is volt, de még inkább értékes volt az őszinte visszajelzésük, ami által folyamatosan tudták a felhasználói élményt javítani. Ez a startup szellem, a gyors innováció, a rajongók meghallgatása és a mindenki együtt ötletel hozzáállás a mai napig a vállalat DNS-ének része, még akkor is, ha időközben óriás céggé nőtték ki magukat. A Xiaomi már a korai évektől kezdve a globális terjeszkedésre törekedett. 2014-ben kezdték meg nemzetközi hódításukat Szingapúrral, majd hamarosan más ázsiai piacokon és Európában is megjelentek. 2018-ra már 70-nél is több országban voltak jelen világszerte, ma pedig gyakorlatilag minden kontinensen elérhetőek a termékeik. A Xiaomi termékpalettája mára nagyon szerteágazó. Viselhető eszközeik, különösen a Mi Band óriási nemzetközi
nemzetközi sikert aratta. Az új széria már Xiaomi Smart Band néven fut, 2021-re a Xiaomi a világ első számú viselhető eszközgyártójává nőtte ki magát, időnként még az Apple-t is megelőzve a globális kiszállítások terén. A Mi Band széria azért is ilyen népszerű, mert töredékáron kínálja azokat az alapvető funkciókat, például lépésszámlálás vagy pulzusmérés, mint más drágább márkák. A Xiaomi az okostelefonok és viselhető eszközök mellett csomó más elektronikai termékével is maradandót alkotott. Vegyük például az otthoni robotporszívókat. A Xiaomi által támogatott Roborock nevű cég robotporszívói világszerte ismertek lettek, mivel prémium funkciókat kínálnak megfizethetőbb áron. 2022-ben a Xiaomi már több mint 10% részesedéssel bírt a kínai robotporszívó piacon, és globálisan is a vezető gyártók közé került. Ugyanez a helyzet a Xiaomi elektromos rollerekkel. A Xiaomi 2016-ban bemutatott Mi Electric Scooter, azaz M365 modellje szó szerint berobbant a piacra. Ez a könnyű, összecsukható e-roller elnyert egy csomó formatervezési díjat, és hamar a világ egyik legnépszerűbb elektromos rollere lett. Ráadásul a Xiaomi M365-öt használták alapul az első nyugati roller kölcsönző startupok, például a Bird, így a Xiaomi roller közvetetten hozzájárult az elektromos rollerek globális elterjedéséhez. És akkor még alig beszéltünk a Xiaomi okos otthon eszközeiről. A cég gyárt és forgalmaz okos izzó, okos konnektorokat, kamerákat, légtisztítókat, rizsfőzőket, sőt, még okos cipőt is fejlesztettek. Gyakorlatilag egy teljes ökoszisztémát építettek ki, ahol a telefonos appon keresztül a felhasználó szinte minden Xiaomi eszközt vezérelhet otthon. A Xiaomi nem csak a jelen sikereire épít, hanem határozott jövőképpel is rendelkezik a technológia terén. Nagyon fontos nekik a fenntarthatóság. A vállalat 2023-ban bejelentette, hogy 2040-re karbonsemlegessé kíván válni a működésében, és addigra 100%-ban megújuló energiára áll át. Ez azt jelenti, hogy a gyártás és az irodák üzemeltetése során a Xiaomi igyekszik nullára csökkenteni a nettó széndioxid kibocsátását. A zöld jövőkép részeként a cég kiadta az első klímaakció fehér könyvét is, amelyben részletesen bemutatja a fenntarthatósági stratégiáját és az elért eredményeket. Emellett a Xiaomi tudja, hogy a jövő technológiáját a mesterséges intelligencia határozza meg. Ennek megfelelően jelentős erőforrásokat fektet AI fejlesztésekbe. Legyen szó okostelefonok kameráinak AI alapú képjavításáról, vagy az okos otthon eszközök mesterséges intelligenciával való vezérléséről. A vállalat a járműiparban is terjeszkedik. 2024-ben bemutatta első elektromos autóját, a Xiaomi SU7 elektromos sportszedánt. Ez is mutatja, hogy a Xiaomi nem fél új területekre merészkedni, és olyan álmokat kergetni, mint például egy saját álomautó létrehozása. Ami a konkrét termékeket illeti, a Xiaomi továbbra is az élvonalban kíván maradni az okostelefonok terén is. 2024-ben debütált a Xiaomi 14 Ultra csúcsmodell. Ez a telefon a Leica-val közösen fejlesztett kamerarendszert kapott, és sok szakértő szerint a világ legjobb kamerás telefonja lett. Négy hátlapi kamerája közül kettő teleobjektív, az egyhüvelykes szenzor pedig változó apertúrával rendelkezik, ami elképesztő részletességgel és gyenge fényben is szuper teljesítménnyel dolgozik. Természetesen a mesterséges intelligencia itt is szerepet kap. Például használják fotók utófeldolgozásához és még az akkumulátor kezeléshez is. A jövőben a Xiaomi várhatóan folytatja ezt az utat. Az innovatív AI vezérelt és fenntartható technológiákra épít, miközben fenntartja azt a küldetését, hogy mindenkinek elérhetővé tegye a modern technológiát. Köszi szépen, Xiaomi!